Ismét kitelepültünk ide a bankcenterbe, ahol a Bétnek a központja van. Nem véletlen, ugye túl vagyunk az első negyedében, és beszélgető partnerem most Virág Ferenc lesz, a Random Capital ZRT elnök vezérigazgatója. Köszönjük, hogy eljöttél. Üdvözlök mindenkit. Úgy látszik, valami tényleg megmozdult a magyar parketten, mert rég nem látott emelkedéseket tapasztalhatunk a Bux Indexben, és most már 26 ezer pont fölött járunk bőven. Mi történik? Hát ha röviden kéne összefoglalni, akkor imádják a magyar piacot, és az imádat az két irányból érkezik, leginkább a külföldi befektetők köréből, de én úgy látom, hogy a magyar lakosság is megmozdult, és egyre nagyobb szeretettel fordul a tőzsdei befektetések világa felé. Hova kell elhelyezni a magyar piacot most így a világban? Tehát, hogy akár én nem tudom, top 10-be vagyunk? Hogyha az egyéves teljesítmény alapján nézem, akkor az első számú piac a világon Venezuela, a második legnagyobb emelkedő piac Jamaica, a harmadik az Litvánia, a negyedik pedig Magyarország, a maga forint alapon 45%-ával, a dollárban kifejező pedig 34%-ával, de én azt gondolom, hogy ha négy piacot nézzük, egyetlen egy piacról lehet érdemben beszélni, ez pedig Magyarország, és hogy miért? Mert hogy Venezuelában több mint 100%-os infláció az egy olyan viszonyítási alap, amit nehéz értelmezni, és inkább nem is tenném. Jamaica az a Bob csapatáról volt utoljára híres, nem gondolom, hogy a tőzsdei befektetések világában kéne értelmezni. Litvánia pedig egy rendkívül kicsi piac, az ott lévő alapkezők is sokszor magát a CI piacokat trédelik inkább, mint Litvániát. Itt marad a magyar piac, amit imádnak, szeretik, a mutatók rendkívül jók, és egy olyan emelkedési perióduson vagyunk túl, amelyeként nem túl, mert még mindig folyik, és én remélem, hogy folytatódni is fog. Nézzük meg a magyar parketről a legfontosabb részvényeket, ugye a blue chip-eket. Hatalmasat ment szinte mindegyik márciusban. Itt akár 7000 forintot is hamarosan elérheti az OTP. Hogyan látod, merre mozognak? Én inkább úgy mondanám, hogy hatalmasat ment, de még nem eleget. És ha nem elég, az pedig abból következik, hogy én úgy látom, hogy mind a négy papír, ami a blue chip-ek tekintetében adott, ugye a Magyar Telekom, az OTP, a Richter és a MOL, sztori. Magyar Telekom újra osztalékot fizet, és nem csak azt gondolom, hogy osztalékot fizet, hanem volt egy intézményi vagy egy fundamentális növekmény is, egy változás, ami miatt én úgy érzem, hogy lényegesen többet érjek. A konszenzus most olyan 460-470 forint környékén van, de általában a nagy elemző házak már 500 forint fölé teszik az árfolyamot, én mindenféleképpen 500 forint fölött számolnék érdemben vele. Az OTP részvényben megtörtént a csoda, kellett egy olyan struktúrális változást létrehozni Magyarországon, ami a magyar emberek érdekeit szolgálta, meg az OTP vesztese volt az elmúlt években. Nyertes lehet, hiszen lemegy a teher a válláról, és az elkövetkezendő években hatalmas profit növekedés valószínűsíthető. Így hát a 7000 forint környékén járunk, de én még mindig tartom azt a random filozófiát, ami azt mondta 2-3 évvel ezelőtt, hogy az OTP 10000 forint magasságába is felszökhet majd. Illetve utolsónak be kell számolni az agyon gyűlölt olajszektor képviselőjét, az elmúlt időben a hatalmas olajszakadás részéként értékelhető MOL, ami viszont egy gyöngyszem. És gyöngyszem azért, mert teljesítményében az olajár szakadás nem igazán látszik. Persze az 500 milliárdos leírás az elmúlt hónapok sztoria volt, igen, de magát a fundamentális alapokat stabilnak lehet ítélni, ami nagyon ritka a mai olajcégek között, és ezért így módon a negatív trendben is egy sztorivá tud válni. Mind a négy papírunk tehát sztori, és azt gondolom, hogy az is marad. Magyarországon nem csak a forgalmat kell nézni, és nem az, hogy mondjuk márciusban 15 milliárdra nőtt a napi átlagos forgalom, és az idei évben 12 milliárdot meghaladja az a forgalom, ami két évvel ezelőtt 7,6 milliárd forint volt, és a tavalyi évben sem ért el a 10 milliárd forintot, hanem az a legfontosabb, hogy nőjön a szereplőszám, mert ha a szereplőszám nő, abból kötelezően következik a forgalom növekedés is. A folyamat elindult, ez tart, tehát én határozottan optimista vagyok. Ha már a forgalmat szóba hoztad, akkor nézzük meg, hogy márciusban mik voltak a pontos forgalmi adatok. A négy tőzsdei szünnap ellenére erős volt a március havi részvényforgalom a budapesti értéktőzsdén. A Bux továbbra is világszinten felül teljesített, az index érték 13,4%-os erősödés után 26.451 ponton állt a hónap utolsó napján. A szekciótagok forgalmi rangsorában az első helyet változatlanul a Concord birtokolja, a második a Wood, a harmadik az Erste. A napi átlagforgalom 15,1 milliárd forint volt, ami az elmúlt két évet tekintve rekordnak számít. A Bux Index márciusban 13,4%-ot erősödött. Az elmúlt 12 hónapra számítva a hazai tőzsde 45,3%-os erősödését mutatja az index. Folytatjuk a beszélgetést itt a bankcenterben a Bét tickerfalja előtt, és van-e olyan midcap, kisebb papír a magyar parketten, amit érdemes lehet nézni, szemezgetni, van-e olyan sztori, ami nagyot nőhet? Én azt gondolom, hogy határozottan igen.
Ilyen sztorik lehetnek a Rába részvénye, a Graphisoft Park, ilyen részvénye a Panergy, és még sorolhatnám, a legfontosabb gondolat talán az, hogy ezeknek a szerepe mindig akkor nő, amikor a blue chipek alapján a lakosságnak van árfolyamnyeressége, és ezt az árfolyamnyerességet hajlandó visszaforgatni ezekbe a közepes papírokba. Én azt gondolom, hogy ebben is elindul lassan-lassan a folyamat. Az elején járunk még, de be fog következni. Ha ez elindul, akkor ezek a részvények, amik értéket képviselnek, tehát a midcap-ek közül, beárazódhatnak, mert az értékük ennél lényegesen több lehet. De a Rábát vesszük, az egy tavalyi 5 milliárdos cashflow növekmény mellett, nem gondolom, hogy 1300 szint a reális értéke, de a friss tőke még várat magára, most kell, hogy majd megérkezzen. Folytatjuk még röviden, de egy újabb bejátszót tekintsünk meg, most ugye két új igazgatósági tag érkezett a Bét igazgatóságába. Dr. Balogh Ádám, az MKB Bank ZRT elnök vezérigazgatója, és Cselovszky Róbert, az Erste Befektetési ZRT elnök vezérigazgatója személyében két új igazgatósági tagot választott a Budapesti Értéktőzsde rendkívüli közgyűlése. Ezzel a hétfős testületben négy delegált piaci szereplő többséget képviselve. A főtulajdonos MNB számára kiemelten fontos, hogy a piaci szereplők többségben legyenek a tőzsde igazgatóságában. Ezzel is biztosítva a Bét átlátható működését, valamint a február végén elfogadott 2016-2020-ra vonatkozó stratégiának sikeres megvalósítását is. Folytatódhat-e szerinted ez a pozitív trend, amit az első három hónapban láttunk, és amire régóta várt a magyar piac? Hogyha a forgalmat, a szereplőszám növekedést nézzük, én azt gondolom, hogy igen. Az árfolyamot tekintetében a jövőben nem láthatok, és tartózkodnék is tőle. Azt, hogy a magyar piac felülteljesítő lehet, bármilyen körülmények között, ezt gondolom. A Magyar Nemzeti Bank szerepvállalása, a szabályozói környezet barátságossá válása, hiszen soha nem volt a társunk ebben a folyamatban még, ha úgy nevezzük, a magyar állam, most pedig az. Én azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív tendenciát feltételez. A lakossági szerepvállalás nőhet. A marketing és az egyéb tevékenységek miatt sokkal több mindenki ismerheti meg, az egyébként 5%-os penetrációi piacnak igenis fel kell nőnie 10-15% közé, ez hatalmas változásokat hozhat, én ebben hiszek, és üdvözöljük többek között Cselovszky Róbertet a Bét igazgatóságába, aki határozott, én azt gondolom, hogy egy retail ember, mint jó magam is, az ESZ-nek is fontos a lakosság és nekünk is, tehát így módon ez a folyamat, amit a Bét képvisel, lakosság irányba is mutat.